ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Stephen Hawking, vezető angol elméleti fizikus mondta, egy tréfásnak szánt, de valójában morbid megjegyzés szerint azért nem tudtunk mindeddig kapcsolatba lépni a földön kívüliekkel, mert amikor valamely civilizáció eléri a mi mostani fejlettségi szintünket, akkor instabillá válik és elpusztítja önmagát. Én azonban optimista vagyok, nem hiszem, hogy az emberi faj arra vetemedne, hogy beadja a kulcsot éppen most, amikor a dolgok egyre izgalmasabbá válnak. És hogy mennyire izgalmassá, szinte hihetetlen, hogy a Marsra szállásról nézhettünk napjainkban élő közvetítést, miközben ezt alig pár éve még csak utópiának gondoltuk. Mai műsorunkban az elmúlt csütörtökön a Marson landoló Perseverance marsjáróról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk! Nem mese, nem sci-fi, nem videójáték, hanem a valóság. 2020. július 30-án a NASA útnak indította a Perseverance, magyarul kitartás nevű marsjárót az Atlas 5 rakéta fedélzetén a floridai Kennedy űrközpontból. Ez az amerikai űrkutatás történetének egyik legambiciózusabb küldetése, melynek célja, hogy kiderítse, létezette élet a Marson, tanulmányozza a vörösbolygó éghajlatát, kőzetmintákat juttasson a Földre. Pár nappal ezelőtt, február 18-án este, kevesebb mint egy év után sikeresen landolt a Perseverance a Mars Jezerol elnevezésű kráterében. A történelmi pillanatról, illetve ennek jövőnkre gyakorolt hatásáról Csere Mihállyal fogok beszélgetni, akinek a csillagok és bolygók gyerekkora óta legjobb barátai. Szia, köszönöm, hogy bekapcsolódtál hozzánk! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Sikeres marsra szállást láthattunk tehát a NASA élő közvetítésében az elmúlt csütörtökön. A héten már láthattuk az első videófelvételt is, amit a vörösbolygó felszínén készített a rover, illetve ma reggel pedig belehallgathattunk a marsi szél hangjába is. Na már most, ez Neil Armstrongénál nagyobb lépés az emberiség számára, ami történt? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, erre még nem is készültem. Véleményem szerint nem nagyobb, de egyenértékű. Tehát az a kép, amikor, ha nem tévedek, szombaton vagy péntek este, amikor megmutatták először, hogy a daruból le van fotózva, hogy a Perseverance-et engedi le a Mars felszínére, az szerintem beletartozik az űrből kapott top 5 képekbe. Tehát fantasztikus eredmény, de hát a holdra szállás holdan ember volt szerintem azért. Tehát mind a kettő egy hatalmas nagy eredmény. Azt azért mondjuk el, hogy amíg mi a fotel kényelméből nézhettük végig, ahogyan leszáll ugye a Mars felszínére, azért ott a NASA kutatói számára volt ez a 7 perc terrornak nevezett időtlen idő. Ez pontosan mi is, mert több helyen is láthattuk ezt a kifejezést. Tehát a 7 perc terror, ez másodszor ment át ezen a NASA, először a 2012-es Curiosity leszállásnál ment végbe. A 7 perc terror az a pillanat, amikor a maga a robot megérkezik a Marshoz, belép a légkörbe, és egész attól a pillanattól, hogy a légkörbe lépett, Marsot ér, mert szinte azt mondtam, hogy Földet ér, de ez nem helyes kifejezés, Marsot ér. És a 7 perc terror alatt gyakorlatilag egyszer a hőpajzs túlkelálja a belépést a légkörbe. Amiután ezt túlélte, kinyílik a hatalmas nagy hiperszonikus ejtőernyő, ledobja magáról a hőpajzsot. A kamerák elkezdnek keresni megfelelő leszállási helyet, mert gondolom erről kicsit később beszélünk, hogy valós időben nem lehet ezt irányítani, tehát minden automatizálva van. És a kamerák elkezdik keresni a leszállóhelyet, és amiután megkapják a leszállóhelyet, és eléggé lelassult az ejtőernyő segítségével a rover, és ebben a pillanatban a rover igaz-e még mind a Skycrane, angolul jut eszembe, mind a Darun van, tehát az égi Darun van, Skycrane égi Daru, tehát eddig mindvégig az égi Darun van, akkor a Daru elkezdi lefele vinni a rovert, megkeresi azt a célpontot, amit elkiválasztott korábban, hogy oda fog leszállni, 20 méter magasból kezd lebegni, és lassan leengedi a rovert. És ez egy olyan pillanatok, olyan események sorozata, amit a Földön nem lehet kipróbálni.
Tehát a NASA tudósai kutatói is éppen mondták, hogy micsoda felvétel ezek a videófelvételekről, amiket említettél az imént, mondták, hogy micsoda élmény volt számukra, hisz először látták életükbe azt, amit csináltak működésbe. Már amikor a Curiosity leszállt, akkor nem volt videófelvételünk. És most másodszor, amikor másodszor szálltak rá Marson, most látták életükbe először működni azt a mérnöki csodát, amit ők csináltak. Érdekes, hogy 7 perc terrorról beszélnek, nyilván ez a legkérdőjelesebb pillanat, de valójában ők a felbocsájtásakor, útnak indításakor már tudták, hogy mikor fog Marsot érni? Tehát ez előre ki volt számítva, vagy azóta is ilyen kérdések övezik ezt, hogy na vajon mikor fog majd? Nem, természetesen tudták. Tehát a Marsra küldött missziók mindig úgy vannak kiszámolva, hogy 26 hónaponta a Föld és a Mars a napkörüli pályán viszonylag közel kerülnek egymáshoz. És a marsi missziókat ekkor érdemes indítani, mely a legkevesebb, legkisebb távolságot kell megtegyék az űrszondák. És minden annyira precízen ki volt számolva, hogy azt is tudták, hogy tehát amikor megszabták, hogy mikor lövik fel az űrhajót. Volt egy másfél hónapos ablakuk, amikor fellőhették, de a másfél hónapos ablakon belül is megvoltak a perci pontos kilövési pillanatok, amikor kell kilőni a robotot ahhoz, hogy pont ehhez a helyre érjen, a Jezero kráterhez érjen, ahol leszállt végül is. Tehát egy nagyon-nagyon precíz számítás, és előre el van ez végezve. Komoly Mars dömping volt egyébként ebben a hónapban akár, tehát az Egyesült Arab Emírségek Amal Remény nevű űrszondája február 9-én érte el a Marsot, illetve a Mars légkörét, a pályáját. 10-én a kínai Tianwen-1, a mennyei igazság keresése kezdte meg a Mars körüli pályára állást. Miben különbözik ez? Pontosítsuk akkor, hogy mi ez a NASA részéről, amiről beszélünk. A legnagyobb különbség az az, hogy az általad említett előző két műhold is Mars pályán maradnak. Tehát nem fognak leszállni a Mars felszínére, míg a Perseverance az leszállt a Mars felszínére konkrétan. Tehát fogalmazzuk úgy, hogy a kínaiaknak, az araboknak, az arab űrügynökségnek egy kicsivel könnyebb dolga volt. Azért könnyebb pályára állítani egy műholdat, mint hogy leszálljál a felszínre. Milyen Mars expedíciók voltak eddig, és ez mivel több annál? Mars expedíció nagyon sok volt, tehát így most számszerűleg nem tudom megmondani, fele kudarcban sült el. Tehát minden, a Mars expedíciók fele elpusztul, számítási hibák, be nem számított technikai hibák, stb. Tehát nagyon sok hiba történt. Roverek szempontból, tehát olyan robotok, amelyek tudnak gurulni igazán Mars felszínén, ez az ötödik. Az első volt a Sojourner valamikor, ha nem tévedek, 1997-ben. Az volt az első rover, amelyik a Mars felszínére került. Szegényt 3 napra tervezték, és aztán több napig működött. Volt az Opportunity és a Spirit a 2000-es években. Ők is hasonlóképpen ilyen 30 napos missziókkal mentek oda, ennek ellenére az Opportunity 14 évig működött a 30 nap helyett. Ott van jelenleg és működő állapotban a Curiosity, őt 2012-ben lőtték fel, és mai napig működő állapotban van, és hogyha minden igaz, még egy olyan 3-4 év működés benne van, tehát ennyivel számolnak, hogy még 3-4 évig fog működni, és természetesen ott van most a Perseverance. És ezen kívül van még egy aktív egység a Marson, tehát nevezzem így, hogy egység, mert az nem gurul, hanem az Insight Probe, tehát ez az Insight leszálló egység, azzal a Marsnak a talaját próbálják elemezni, és a földrengéseket, és a Marsnak a mozgását, tehát Mars mozgásokat, vagy Mars rengéseket, nem is tudom, hogy mi a helyes megfogalmazás ebben az esetben, az még egy aktív egység a Marson jelenleg. Csak azon mosolyogtam, hogy a NASA mindig valahogy rövidebb időre tervez, mint végül többször bebizonyosodik azt, hogy sokkal hosszabb ideig létezik majd. Igen, ennek két oka van. Az egyik ok az az, hogy nem terveznek hosszú távra, hogyha véletlenül valami probléma van, és nem tudják életbe tartani, akkor ne potyára különítsék el a pénzt. Ilyen esetben általában mindig 1 és 2,5 év között terveznek, és hogyha jól működik, akkor tovább tart. Azon kívül meg technikailag is látnak limitációkat, és ehhez próbálják szabni, de általában technikai limitációk azért
nem annyira szigorúak, ahogy ők azt előre elképzelik. Beszéljünk akkor a roverről, tehát a járműről is, hogy hogyan van felszerelve ahhoz, hogy a küldetését teljesíteni tudja. Tehát minek segítségével fog majd segíteni a Földön lévő kutatásnak? Kutatásban. Hát a rover felszereltségéről szerintem órákig is lehetne beszélni, hogyha arról van. Mondjuk legalább, ami még a tévéhez is közel van, a kamerákról akár, vagy amivel rögzik. Igen, 23 kamerával ment, ebből 6 kamera, amelyik tudományos kamera. A többi kamera pedig különböző ellenőrző kamerák, navigálási kamerák, leszállásnál is alkalmazott, ahonnan láttuk a felvételeket kamerák. A 23 kamerából egy meghalt a légkörbelépéskor, tehát egy sajnos nem adott semmi jelt. Szerencsére ez egy olyan kamera volt, amelyik eleve csak a 7 percig kellett működjön. Tehát egy olyan kamera halt meg, amelyiknek nincsen nagy szerepe. A tudományos kamerák életben vannak, különböző spektrumokban fognak filmezni a Mars felszínén. Tehát természetesen ott van a látható spektrum kamerák, mert tehát az embereknek mikor valamit bemutatnak, az a legértékesebb. De a tudósoknak különböző spektrumú kamerák vannak, amelyikekkel különböző jeleket tudnak mérni, hogy az élet létezette. Igaz, fúrásokat is fog végezni ez a szonda, és a fúrási pornak is az elemzése is kamerán keresztül történik, tehát, és ezen kívül persze vannak ilyen, van például egy olyan radaregység ebben az űrszondában, amelyik 10 méterre le fog látni a marsi talajba, és innen eldönteni, hogy a talajban talajjég van, stb. Vagy van egy másik nagyon-nagyon érdekes eszköz, amelyik most olyan lapszuszom, most nem jut eszembe a neve, de elmagyarázom, hogy mit csinál. A Mars légköre igaz-e túlnyom 95%-ban szén-dioxid. És azzal számolunk, hogy 2030 környékén már lehetséges, hogy embert fogunk küldeni a Marsra. Ezt most Elon Musk mondta ezt, ugye? Igen, Elon Musk mondta múlt héten pont. De ez a műszer, amiről beszélek, a légkörben található szén-dioxidból oxigént fog előállítani. Tehát egy kicsike műszer, amelyikkel azt tesztelik, hogy tudnak-e oxigént előállítani a széndioxidból, a légköri széndioxidból, mert amikor embereket fogunk küldeni a Marsra, ez egy rendkívül ilyen fontos eszköz lesz. Meg is vannak a tervrajzai jóval nagyobb ilyen industriális méretű egységekre, de most elküldtek ennek egy kicsinyített változatát, pont ezért, hogy teszteljék, hogy tudnak oxigént előállítani, vagy nem tudnak oxigént előállítani. Uh-huh. És amit még kiemelném még, hogy egy helikoptert is küldtek ezúttal. Tehát ez az első alkalom, mikor egy idegen bolygóra egy olyan egységet küldünk, amelyikkel fogunk körbe repülni, szállni, ami egy rendkívüli technikai kihívás, hogyha gondolod, mondok két szót erről, hogy miért, de először helikoptert is küldtünk a Marsra. Érdekes egyébként a helyszínválasztás, tehát itt a helikopter fog majd nagyobb területet bejárni, de amúgy igen. A helyszínválasztás, tehát ez a Jezero nevű kráter, ez egy folyódeltának vélik, ugye, vagy egy tónak a helyszínének, vagy valami hasonló? És hogy miért ez, mert hogy nehezebb terület, nem? Nagyon nehéz terület volt, tehát ez is egy kihívás volt ebben a leszállásban, hogy egy rendkívüli nehéz hiperkupás területre küldték. Jól mondtad, tó és folyó delta. Tehát egy tó, amelyikben egy folyó ment be, ott létezett a delta, tehát mind a kettőről szó van. És ebből kiindulva, hogy egy tónak a zajáról beszélünk, és egy folyó deltáról, nagyon a felszín rendkívül ilyen változatos, tehát hol magasabb, hol alacsonyabb, és ezért is kellett nagyon odafigyelni, és egy olyan szoftvert készíteni a leszálláshoz, hogy felismerje, hogy mi az a hely, ahol biztonságos leszállni, és láttam a felvételeket az élőadásunkban, és azt hiszem, hogy nem játszottuk be az élőadásban, mert utána beszéltünk róla a külön beszélgetésben. Láttam a felszínek a fényképeket, és gyakorlatilag két ilyen nagyon-nagyon veszélyes rész közé rakta be nagyon-nagyon pontosan a rovert. És akkor azért ide, mert hogyha létezett élet a Marson, akkor itt biztosan, hogyha a folyódeltáról beszélünk. Így van, több mint valószínű, hogy ez egy olyan hely volt, ahol élet volt a Marson, kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt feltételezik, hogy mikrobiális, tehát bakteriális élet. Nem kell most ilyen zöld itikre gondoljon senki, hanem tényleg csak egy ilyen primitív, kezdetleges életnek a nyomait tervezik keresni.
És igen, a víz igazán nálunk is tudjuk, hogy a Földön leghamarabb a vízben alakult ki az élet, itt kezdődött a Földön és a vízbe kezdődött minden. Ezért feltételezzük, hogy ott is ugyanez lehetett. Még nagyon sok izgalmas kérdésem lenne, és jó lenne erről beszélgetni, de most már csak egy 20 másodpercünk maradt arra a kérdésre, hogy ha megadatna a lehetőség rá, te felrepülnél a Marsra, és indokold meg a válaszodat nagyon röviden. Attól függ, hogy milyen technológia, mert amikor a mostani technológiát nézem, hogy felülök pár százezer tonna üzemanyagra, megmondom, hogy nem az én bátorságomnak az elő, tehát nem vagyok ennyire bátor, de csábító az ötlet, és igen, nagyon szeretném eljutni oda. Őszintén akármilyen más bolygóra, ahol egyet sétálhatok, szívesen elmennék. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bár röviden is, de beszélgethettünk róla, és akkor igazából YouTube-on még találhatunk videókat, ahol még többet beszélsz ezekről. Köszönöm szépen még egyszer. Így van, köszönöm szépen. Nem csak az űrkutatás területén haladtunk előre, hanem az építkezésben is manapság már rengeteg vívmányon találkozhatunk, így például a környezettudatosság jegyében épült passzív ház. Bár a szakértők azt mondják, az első passzív házat időszámításunk előtt 400-ban Szókrátész építette, a nyugati országokban alig 30 éves múltja van, Romániában még kevesebb. Az Oxigénben egy passzív házhoz látogatunk el. Passzív ház. Mit akar ez a kifejezés? Milyen előnyei és hátrányai vannak egy ilyen épülettípusnak? Ezekre keressük a választ a Passzív Ház Stúdió műépítészével és egy háztulajdonossal. Tartsanak velünk! A csíkszeredai Sándor előtt régi álma vált valóra azáltal, hogy közel 3 évvel ezelőtt egy passzív házba költözött családjával. Az odáig vezető út nem volt egyszerű, hiszen Romániában nagyon kevés a passzív ház és az ezzel foglalkozó szakember is. Nagyon régóta foglalkoztat a passzív ház témája. Kolozsváron végeztem egyetemet épületgépészmérnökit, már ott rengeteget olvastam erről a témáról. Az államvizsgámat is ebből írtam, és úgymond egy álom vált valóra ezzel, hogy passzív házat építhettünk Edével közösen. Én terveztem ebbe a házba az épületgépészetet, azóta is folyamatosan dolgozunk ebbe a témába. A legfontosabb, ami hajtottam e fele, az az energiahatékonyság és a friss levegő, ami a házban megvan. Álma megvalósításában Abos Ede, a Romániai Passzív Ház Egyesület alapító elnöke volt segítségére. A műépítész mindig is a környezettudatos építészettel szeretett volna foglalkozni, és a budapesti passzív ház csoporttal találkozva szinte úttörőként kezdett el tevékenykedni ezen a területen Romániában. Ő beszélt kameránknak a passzív ház fogalmáról, azokról a kritériumokról, amelyeknek egy ilyen épületnek meg kell felelni. Most épp azokról a standardokról beszél, amelyek az energiatakarékosságra vonatkoznak. Ilyen a folytonos hőszigetelés, a jó tájolása az épületnek, tehát a nagy üvegezett felületek azok térekkel legyenek tájolva, ami még nagyon fontos, a nyilászárók nagyon jó minőségűekkel legyenek. Nagyon fontos az, hogy a friss levegőt biztosítsunk az épületnek, így a hővisszanyerő szellőztetőrendszert alkalmazunk azért, hogy a szellőztetéssel, főleg a téli időszakban ne dobjuk ki az energiát az ablakon, hanem ez a szellőztetőrendszer újrahasznosítja a kidobott levegőnek a hőjét. Egy másik fontos kritérium az a hőhídmentes tervezés és kivitelezés. Létezik kétféle hőhíd, ami nagyon fontos, amit ki kell iktatni, ez a szerkezeti hőhidak, amilyenek például a balkonok szoktak lenni, vagy az alapok fele is hőhídmentesített az épület, és ezen kívül vannak a geometriai hőhidak a sarkokban. Nagyon kell vigyázni, hogy hogyan alakítjuk ki ahhoz, hogy hőhídmentes legyen, tehát a sarkokban ne legyen kisebb a hőmérséklet, sokkal kisebb, mint a mezőben, hogy elkerüljük a penészesedést például.
Ezek mellett további takarékossági eljárások is léteznek, például az esővíz becsatornázása és különböző célokra való felhasználása. A passzív házakat energiatermelés szempontjából három nagy csoportra osztjuk, az utóbbi években ugyanis a klasszikus passzív ház mellett megjelent a plusz és a prémium kategória is. A passzív ház plusz olyan épület, amely annyi energiát termel, amennyit elfogyaszt, tehát zéró energiás. A passzív ház prémium esetében pedig a házra telepített berendezések több energiát termelnek, mint amennyit az épület fogyaszt, más szóval plusz energiás passzív ház. Ezt az épületet, ezt a pluszként minősítettük, és hát következő időszakban föl fognak kerülni a napelemek is rá. 24 napelem elméletileg kellene biztosítsa a teljes energiafogyasztást. A nagyon kis energiafogyasztás miatt kicsi a fenntartási költség. Fűtés, hűtés, melegvíz ebben a 180 négyzetméter hasznos felületű épületben körülbelül 1500-1700 lej egy évben. Ezt mindenkinek tudjuk ajánlani, úgy olyanoknak, akik új épületet szeretnének terveztetni, ez lehet más funkció is, nem csak házak vannak, lakóházak vannak, vannak most már tömbházak, uszodák, jégpályák, múzeumok, mindenféle van passzív ház standardban. Tehát egy meglévőt is át lehet alakítani, természetesen nem jutunk el ugyanarra az energiatékonysági értékre, amire egy új épület esetében, viszont nagyon energiatékonnyá lehet tenni egy régi épületet is. Például egy új passzív ház esetében az energiafogyasztás, fűtési energiafogyasztás egy tizede egy kortárs épületének. Köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra! A Csillagocska Alapítvány sokszínű tevékenységével a református zeneóvoda, a gyermektáncház, a néptáncegyüttes és a kórusokon keresztül egy színes palettán kínálja a magyar értékeket nem csak a nagyváradi, hanem az egész Bihar megyei lakosoknak. Az elmúlt hónapokban több nagy sikerű rendezvényüket is le kellett mondják, most azonban a járvány enyhülésével újra elkezdhették a foglalkozásaikat a gyermekek, szülők és nagyszülők örömére. Csillagocska Alapítvány lassan 20 éve alakult meg a Nagyvárad réti református egyházközség égisze alatt. Elsődleges céljuk az egyházi nevelés, a zenei anyanyelvünk oktatása, a hagyományőrzés és a nemzeti öntudat erősítése volt. Ennek szellemében első lépésként 2002. szeptemberében a templom alaksori helységében létrehozták a Csillagocska református zeneóvodát, mely évről évre fejlődött és egyre ismertebb lett. 2014-ben már 4 csoportban, 80 kis Csillag tölthette vidám napjait, a biztonságot, bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtó intézményben. Azok az alapelvek, amelyeket mi értéknek tartunk és gondolunk, amelyek ugye Istenhez, kereszténységünkhöz, nemzetünkhöz, népünkhöz, hagyományainkhoz, értékeinkhez kötődnek, ezek abszolút prioritások voltak. Ezek mentén kívántuk felépíteni gyermekekkel foglalkozó elképzelésünket, programunkat, talán inkább úgy mondhatnám a Csillagocska világot. Csillagocska életének egyik meghatározó pillanata a néptánc együttes megalakulása volt, bár a nagyváradi gyermektáncház néhány évvel korábban, már 1997-ben megnyitotta kapuit, de az igazi fejlődés az alapítvány létrejötte után kezdődött. Az állandó létszám mára elérte a 150 főt, melyben az óvodás kortól egészen a felnőttekig mindenki megtalálható. A néptánc együttes saját zenekarral is büszkélkedhet, melynek tagjai valamennyien az alapítvány neveltjei. Én 7 éve járok a Csillagocskába, azelőtt is jártam táncházakba, és a szüleimmel is már egészen kiskoromtól, farsangtemetésekre és egyéb eseményekre. Azért szeretek ide járni, mert nagyon jó a társaság, sok a barátom itt,
és mert a tánc nekem egy szórakozás is, egy kikapcsolódás, ugyanakkor egy sport is. A hagyományőrzés, a mozgás, a népzene népszerűsítésének jegyében már az első évben megszervezték a Csillagocska gyermek és ifjúsági néptánc találkozót, amelyre nem csak a Párciumból, hanem Erdély számos településéről és határon túlról is érkeztek vendégek, néhány évvel később pedig a Budapesti Hagyományok Háza irányításával a népi gyermekjáték találkozót indították útjára. Miért jó ideje adni a gyerekeknek? Hát élni, tanulni, úgy gondolom, és mi igyekszünk egy olyan szemléletet, egy olyan életstílust, az életstílussal együtt egy olyan divatot az életükbe, egy olyan életformáló divatot átadni nekik, ami reméljük, reményeink szerint egy életre tényleg meghatározza a mindennapjaikat, és ezt egyértelműen a néphagyományokban találjuk meg a legtökéletesebb formában. A gyermekekkel és ifjakkal való foglalkozás során fokozatosan sikerült a szülőket és nagyszülőket is elérni, bevonni a különböző programokba, akik közül sokan aktívan beépültek a Csillagocska Alapítvány életébe. Egyesek hangszereken kezdtek el tanulni, mások táncoltak, sokan a Csillagfény szülői kórusban és a Váradi Dalnokok sorában találták meg helyüket. Három leányom van, mind a hárman itt táncolnak, illetve nem csak táncolnak, hanem zenélnek is. A kicsi hegedülni jár Benedek Kárpihoz, a nagylányom brácsázni tanul, a középső lányom pedig a zenekarban énekel. És hát én ezt egy nagy ajándéknak tartom, hogy ide járhatunk, és hogy ez a váradiak számára létezik, mert hát tényleg hálát érzek, hogy ide jöhetünk, és hogy ez egy nagyon jó hely ide mindig megérkezni, mindig szól a muzsika is. Jó embereket találunk itt, és nagyon jó ide tartozni. A Csillagocska nagy családja évről évre egyre gyarapszik, bár a koronavírus járvány egy rövid ideig gátat szabott a különböző programoknak és rendezvényeknek. Néhány nappal ezelőtt újra elkezdődhettek a gyermekek, felnőttek számára régóta várt foglalkozások. Újra énekkel és zenével telt meg a próbaterem, megkezdődött a hangszeroktatás és a jeles napok elnevezésű rendezvény sorozatban már az első eseményüket, a farsang temetést is sikerült megtartani. Bár a járvány helyzetre való tekintettel csak szűkebb körben lehettek jelen, de most sem maradhattak el a térségben jól ismert népi gyermekjátékok, az ostorcsattogtatás és az élő népzene. Én azt hiszem, úgy gondolom, hogy a néphagyomány minden szegmense egy örök, hiszen a divatok jönnek-mennek, hogyha a nagy slágereket veszük figyelembe, tartanak egy évig, két évig. Hát érdekes módon népdalok már több évszázadon keresztül még mindig slágerdalamok tudnak lenni. Erre támaszkodva, erre alapozva én azt hiszem, hogy az emberek életébe ez a fajta mozgalom tényleg egy örök tud lenni. Pálfi József lelkipásztor, az alapítvány elnöke így fogalmazta meg egykor a Csillagocska hitvallását. Hisszük, hogy a Csillagocska szellem a népdal sorait apostrofálva népünk szegény legényeinek csillagként mutat utat ma és holnap is, nagyváradi népünk viszonylag nemzeti hagyományát felejtett világában. Tesszük ezt a legfiatalabbakkal, a legöregebbig, öntudatos felelősséggel, tiszta szívvel és jó kedvel, önbizalmunk és önbecsülésünk visszanyerésére. Egyértelműen a gyerekeinkre vagyunk a legbüszkébbek. Tehát igazából minden csillag egy ragyogás az életünkbe, tehát azt hiszem, hogy az, bárki számára ennél nagyobb büszkeség nem kell, hogy szerteszélyen ragyogjanak a csillagaink. Közel 20 évvel ezelőtt az alapítvány 5-6 gyermekkel kezdte el a működését, és mára több mint 200 fiatal kapcsolódik be a különböző foglalkozásokba. Zenélnek, táncolnak, őrzik a hagyományainkat. Ők a biztosíték arra, hogy a hagyományaink nem vesznek el, lesz ki átadja őket a következő generáció. Jók számára is. A Mozaik után 7 órától híradónkat láthatják Erdély legfontosabb történéseivel. Szia Ágota, mivel várod ma a nézőket? Szervusz Laura! Heves vita alakult ki tegnap késő délután a parlamentben a kormány óráján a költségvetés kapcsán. Egymásnak estek és személyeskedő megjegyzéseket vágtak egymás fejéhez a politikusok,
Lőrinc Kücó miniszterelnök felszólalásában úgy fogalmazott, 30 év után ez az első kiegyensúlyozott költségvetés, amely a beruházásokra épül. Az ellenzék főként azzal érvelt, hogy a költségvetés megfosztja Romániát a fejlődés lehetőségétől. A költségvetés ma került a parlament elé, egyelőre a szakbizottságok vitáznak róla. Mutatjuk röviden a mai nap legfontosabb híreit, 7-kor kezdünk, számítok figyelmükre. Környezetvédelem. A tárcáját érintő kérdésekről egyeztetett a helyi vezetőkkel Táncos Balna környezetvédelmi miniszter háromszéken, többek között arról, hogy tetemes európai összegek hívhatók le zöld tervekre. Negyedik vakcina. Újabb vakcinatípussal oldhatnak hamarosan Romániában. A Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca mellett a Johnson & Johnson vakcinájából is több millió adagot kaphat az ország. Beiskolázási terv. Válságos a magyar anyanyelvi oktatás helyzete a Szórványban. Szeben megyében egy magyar 9. osztály sem indul az ősszel. A Híradó és az Euronews után 8 órától Kultúrcsepp című műsorunkat láthatják Kányádi Orsolyával. Nézzük, mi is lesz a mai téma. Ideje regisztrálnom a Szabad Színészre. Mi már itt vagyunk. Regisztrálj te is a Szabad Színészre. szabadszínész.hu. Ez az oldal neve, melyet Lengyel Tamás Jászai Mari díjas színművész és Gosztonyi Csaba reklámszakember színész álmodott meg és hozott létre egyfajta digitális piac térként. A Szabad Színész ma már 3 országban is jelen van. Kedden, este 8 órától a Kultúrcsebben. A felület ötletgazdáival és néhány felhasználójával beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, remélem jól érezték magukat az elmúlt fél órában. Kárs Szegen szavaival búcsúzom. Elég hosszú ideje kóborolunk már a kozmikus óceán partjain. Most végre készen állunk arra, hogy vitorlát bontsunk a csillagok felé. Holnap is tartsanak velünk 18 óra 15 perckor. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!